Az az ige, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni pünkösd ünnepén, az apostolok cselekedetéről írott könyvben megírva az első fejezetnek a 12., 13. és 14. versében. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatesti járóföldben. Amikor hazatértek, fölmentek a felső szobába, ahol megvoltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Eddig Isten. Kedves testvérek, hálás vagyok azért, hogy minden nagy hetünkön, amikor úrvacsorához készülünk, estéről estére lehetőségünk van arra, hogy lelassuljon az életünk, a rohanásból egyre inkább odafigyeljük és meg is éljük az ünnepet. Azok, akiknek esetleg más elfoglaltsága volt, szeretnék egy rövid összefoglalót adni arról, hogy a múlt héten mire készített bennünket Isten ezzel az ünnepet kapcsolatosan. Első este azt láttuk, hogy Jézus végigmegy városokon, falvakon, és rengeteg olyan emberrel találkozik, akinek szétcsúszott az élete. Nagyon sok beteggel, rendezetlen életű emberrel találkozott, és azt mondja a tanítványoknak, hogy nézzetek csak szét. A mezők azok fehérlenek az aratásra. És akkor teszi azt a szomorú megállapítást, hogy noha az aratnivaló sok, a munkás az oly kevés. Arra kér bennünket, hogy imádkozzunk, kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ugyanez a helyzet van ma is. Rengeteg olyan ember van, aki széttévesztett. Nagyon sok szükség betöltetlenül marad. És ma is igaz Jézusnak az a szava, hogy fehérlenek az aratásra a falvak, a városok, és azért kér bennünket Isten arra, hogy imádkozzunk, hogy jó, hogy vannak szükségek, meg sok tennivaló van, de legyen olyan a gyülekezet, és bennem a kertvárosi gyülekezet, akik munkálkodnak, hogy Isten munkatársaiként az aratás urának engedelmeskedve elkezdjék és végezzék ezt a munkát. A második este azt láttuk, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Se imádkozni, se szolgálni nem tudunk úgy, ahogyan kellene. Ez a munka úgyis fölülmúlja a mi erőnket. De olyan jó, hogy a lélek újra meg újra ébren tart, ébrezget, hogy nem egy halálos álomra aludjunk el. Megteszi olykor, olykor egy ravatallal állít meg bennünket, van, amikor egy beteg ágyon döntelünk rá, a mulandó életünkre. Nagyon sokszor átélhetjük azt is, hogy megláttatja, hogy Isten nélkül mire jutunk önerőből, és utána pedig megmutatja, hogy milyen áldás lehet a miénk, hogyha megmaradunk vele. Tegnap este Zakariás könyvéből szólt egy prófécia. Azt mondta, hogy lesz olyan idő, amikor tizen megragadnak egy judai embernek a ruhája szegélyét, és arra kérdik, hogy hadd menjünk veled. Belekapaszkodnak a ruhája szegélyét, és azt mondják, hogy követünk, csak utasd az utat. Tegnap este imádságban azt kértük, hogy tudjunk ilyen vezetők lenni. Akik elmernek indulni, Jézus szavának engedelmeskedve, akik a rájuk bizottakat, akár csak egy házastársat, gyermekeket, unokákat, a szomszédokat vagy munkatársakat, oda vezetünk az Úrhoz. Ha most belegondolsz abban, hogy az embereknek milyen szükségei vannak, vannak olyan alapvető szükségei, hogy enni kell, inni kell és pihenni kell a szervezetünknek. Ez hamarosan el is fog jönni, amikor megéhezel, már a vasárnapi ebédre gondolsz, vagy lehet, hogy elnyom az állam az ígéretés végére, ezeket valahogy be kell tölteni ezeket a szükségeket. Azzal is tisztában vagyunk, hogy lelkileg is vannak szükségeink, hogy fontosnak kell, hogy érezzük magunkat. Olyan jó, amikor egy nagymamát
azonnak a fölhív, és azt mondja, hogy drága vagy, mami, olyan jó, finom a süteményed, meg úgy hiányzol nekünk, kell, hogy valahova tartozzunk, kell, hogy szeressenek. Kell, hogy az ember értékesnek érezze magát, legalább egy valaki, aki nagyon szereti őt. És nagyon kevesen tudok arról, hogy van ettől egy nagyobb és mélyebb szükségünk is, és ez sokszor nem tudatosul bennünk, de meg kell találnunk az életnek kérdéseire a választ. És ez nem megy ma Európának. Ezért van az, hogy várjunk azt, hogy Isten férje megjelenjenek, és őszintén, ha megállunk Isten előtt, akkor el kell mondanunk, hogy pont ez maradt az elmúlt évtizedekben, hogy az egyház kiálljon, és azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy mi a válasz az életnek kérdésére, hogy ki a válasz. De ezt nem tettük meg. És ezért van összezavarodva egész országok, vezetések és emberek. És olyan jó lenne, hogyha megajándékoznom Isten azzal bennünket, hogy a mi időnkben jönnének az emberek és mondanák, hogy hadd tartsunk veletek, mert látjuk, hogy ott van veletek az Úr. És milyen jó lenne, ha azt mondanák, hogy követünk, mert te tudod, hogy hova mész. Te nem keresel, hanem te már megtaláltad a kérdésekre a választ. Nézzük akkor a mai igét, láthatjuk és kivetítve. Első szó, ezután. Hát miután? Azután, hogy Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, azután, hogy látták a tanítványok utolsó lehelletét, kilehelve ott a keresztván, látták a sírt, rajta van egy követ, majd utána, amikor föltámadt, egyesével, kettesével gyűjti össze őket. Hadd álljak itt meg egy kicsit, és hadd mutassam meg nektek, hogy ha nincsen lélek és nincsen pünkösd, még a jól nevelt, jól képzett, fölkészített tanítványi sereg is szétfut. Pünkösd nélkül, Krisztus összegyűjtő munkája nélkül a tanítványok szétmennek, összezavarodnak. Elég kivenni közülük Jézust, aki eddig vezette, irányította őket, valakit a halászháló mellől, valakit Emmaus határából, egyszer csak vissza kell hozni. Ezt követően visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely nincs messze egy szombatnapi járással. Akkor készültem, hogy belegondoltam, hogy első hallásra nincs jelentősége egy szombatnapi járás. Sőt, elsőre azt gondolnánk, hogy hétközben, aki dolgozik, szombaton megtehet egy túrát, mennyit tudnánk legyogolni reggel 8-tól délután 4-ig? 20 kilométer. Idősebbek, kevesebbek. Hát hadd mondjam azt, hogy a szombatnapi járóföld az mint egy 900 méter. A Noány utca zsinagógája környékén azért lakik nagyon sok ortodox zsidó, mert ők komolyan veszik azt, hogy a szombat megsértése az is, hogyha én hatalmas távot teszek meg. És a szombatnapi járás az pont arra való, hogy ezeket a szükséges lépéseket a gyülekezet közösségéig vagy a házban megtehesse az ember. Egy szombatnapi járásra van az a hely, ahol megtörténik velük a csoda. És most hadd mondjam el nektek azt, hogy nekem az jött ezen teljesen át, hogy most nem ők fognak cselekedni. Az ő dolguk egyrészt az, hogy engedelmeskedjenek, a másik pedig, hogy imádságban kérve várják a Szentlélek kitöltetését. Ez egy nagyon nagy jó hír. Hogy a pünköskor nem nekem kell cselekedni, hanem most Isten cselekszik. És nekem is szól az igen, hogy várjad az ígéret beteljesedését, hogy vesztek ülni, könyörögni, engedelmesnek lenni, és majd az Isten cselekszik. Mert ami pünköskor kell, az nem a mi emberi tűzünk. Milyen tűz szokott lobogni bennünk? Például a haragnak a tüze. Szoktuk mondani, hogy valaki lobbanékony, látszik a tekintet, belobban az arc, és csupa vörös lesz az idegességtől. Oda mond valakinek, vagy odaült valami,
látjuk azt, hogy ez nem szolgálja az Isten dicsőségét. Máskor a lelkesedésnek a tüde. Látunk embereket elindulni a gyülekezetben Isten felé, fogadkozik, hogy ó, tisztelős, én most már ide fogok járni minden vasárnap. Meghallgatom, mondunk is érte egy imád, és aztán lehet, hogy egy hónap múlva elrobban a lelkesedés tanulmányra. Mit gondoltuk, hogy a tanítványok, hogyha az emberi lelkesedés lángjával elindulnak, hanyadik falu határáig érnek? Vagy vajon nem az első olyan alkalommal, amikor becsapják az orruk előtt az ajtót, nem gondolkoznak el azzal, hogy ó, hát uram, ezt nem ezt ígérted. Én nem így gondoltam. Ez nem egy hiadalom. Elutasítás, élcelődés, fura tekintetek, elhatárolódások, néha kövezést kilátásba helyeznek. Vajon az emberi tűz meddig visz el bennünket? A lelkesedésünk lobogó tüze, vajon meddig elég? Meghallgatsz itt egy igéhirdetést, szépen szól az ének, hogy ó, Sion, ébredj, mondd minden népnek, vajon a szomszédig eljutunk egy Isten tisztelet után, hogy odaadunk neki reménysugarat, vagy beszélünk neki Jézusról, ugyanúgy ide nem emberi tűz kell. Van egy nagyon szép énekünk, amely úgy fogalmaz, hogy égi lángot járja át szívem és a szám. Ez az égi láng az, ami az égből jön, amely nem emberi, amely képessé fogja tenni a tanítványokat arra, hogy ne álljanak meg két faluval odébb, hanem a föld végső határáig, ha kell az életük odaáldozásával is, de hirdessék az evangéliumot. Ez a lélek helyre fogja állítani az életüket. Ez a lélek meg fogja változtatni tömegeknek az életét. És ez a lélek az, ami ma nagyon kell nekünk. Estéről estére egyre jobban kijött az, hogy az ember az mindig csak ember. A maga lelkesedésével, buzgalmával, apropó másik énekünknek hogy is fogalmaz, buzgóságon égne bár, folyna könnyen, mint az ár, elég tételt az nem ad. Hogy van tovább? Csak te. Csak te válhatsz meg magad. Na most szeretném a testvéreknek egy igével megmutatni azt, hogy mennyire fontos, hogy tisztában legyünk, hogy ami bennünk van, nem mindegy, hogy égi tűz, vagy emberi lábunk, emberi tűz. Amikor a tanítványok elkezdték hirdetni az Istennek az igéjét, a zsidók rádöbbentek arra, hogy ez más üzenet, mint amit szoktunk a zsinagógában mondani, és ezért elfogták őket, és bíróság elé állították. És amikor már azon tanakodtak, hogy megölik őket, akkor fölállt egy bölcs ember, mit hívják, hogy Gamáliel, máig fönnmaradt a bölcs tanácsa, hadd olvassam fel, hogy ő mit mondott. Gondoljátok meg, mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Nemrégiben fölépett Teudás, aki nagyra tartotta magát. Szám szerint mintegy 400 férfi csatlakozott hozzá, de őt megölték, azokat, akik hittek benne, szétverték és megsemmisítették. Utána a galileai Júdás lépett fel a népszámlálás idején, és maga köré csábította a népet. Elpusztult azonban ő is, és minden követője szétszóródott. Ezért én most azt mondom nektek, ne zaklassátok ezeket az embereket, hanem engedjétek őket szabadon. Ha ugyanis ez a törekvés, vagy ez a mozgalom embertől származik, felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket. Különben még úgy tűnnétek föl, mintha Isten ellen tusakodnátok. Tehát a bölcsember azt mondta, hogyha emberi kezdeményezés és buzgóság van, a tanítványok megváltozott élete
igényhirdetése mögött, akkor nézzétek meg, volt már ilyen. Hány ideológia, hány mozgalom semmivé lett, mert alulról jött, embertől jött, kivagyiságból fakadt, nem lett belőle semmi. Ha viszont Istentől jön, akkor nézz vissza a történelemre, évszázadok óta az egyház sokszor letért ugyanaz útról, de még ma is hirdetetik az evangélium, ma is emberi életek változnak meg, és ma is érvényes az ígéret, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta a diadalmat. Ez a mi reménységünk, hogy ez a tűz az égből jön, és nem embertől. Kedves testvérek, befejezem még három dologban. Az első az, hogy ezek a tanítványok pünkösdre várva két nagyon fontos dolgot tettek meg. Az egyik, hogy engedelmeskedtek Jézusnak, és ez ma is a mi feladatunk, hogy engedelmeskedjünk annak, ahogyan ő utasít bennünket, ahogyan ő vezet minket. Sokszor olyan könnyű lenne emberileg a tettek mezére lépni. Sára és Ábrahám kísértése is ez volt, hogy majd én cselekszem, majd én húzgolkodok, majd én valamit alkotok. Milyen jó, amikor várnunk kellett. És ez a várakozás nem telt üresen, hanem a második dolog, amit tettek, hogy együtt imádkoztak Szentlélekért. Azért, hogy Isten cselekedjen. Addig ott voltak a felházban, addig könyörögtek és kérték az Istent. Nemrég olvastam egy vezető portálon, ha olyan célt szeretnél elérni, melyet még soha nem értél el, akkor olyan tudásra van szükséged, amivel eddig nem rendelkeztél. Ha új dolgot szeretnél megtapasztalni, akkor ezt a nyitottságot meg kell hagyni, és megkapni azt az új megtapasztalást, amit eddig nem tapasztaltál, és nem éreztél, nem éltél meg. Egy történetet szeretnék elmondani, Garth Douglas történetét. Mexikóban történt, hogy egy nagy kalapos parasztember, ahogy szüleitől, nagyszüleitől látta, a sivatagban próbált tengert termeszteni, paradicsomot, paprikát, és gondolta, hogy családját így fogja eltartani. Nem számolt a klímaváltozással, a melegebb és melegebb nyarakkal, újabb és újabb kudarcot vallott a vállalkozásra, és egyszer csak nagyon elcsüggett. Ennek így nincs értelme, elegem van, feladom. Ült a földjének a szélén, és egyszer csak jött a barátja, és kérdezte, mi a baj. És elmondtam, hogy nézd, én évről évre bevettem a magot, ahogy tették az én szüleim és a nagyszüleim, de valami nem működik, valami nincsen jól, és már nagyon unom. Képes lennék feladni is. És akkor a barát végighallgatta, és azt a javaslatot tette, hogy egy szem tengert se vesz a földbe. Első emberünk úgy berzenkedett, hogy hát ilyen hülyeséget nem mondját, annyi földem van, mit csináljak már, számolgasson a homószemeket, hogy mit csináljak? Azt mondta az emberünk, hogy hozas nagy népeket, azok hadd fúrjanak jó mélyre, és nézzék meg azt, hogy van-e olaj a földed alatt. Olaj, hát nem csinál se édesapám, se nagyapám, én sem. Na, hallgass csak el. És akkor évek múlva újra találkoztak, hát ismerjük a filmet, Chucky Ewing gazdagságával, emberünk lecserélte a kalapját, terepjáróval rohangált egyik úttól a másikig, és nem győzte számolni a pénzét. Ebből bevált a barátjának a tanácsa, nem foglalkozott ő onnantól kezdve tengerivel, paradicsommal, hiszen annyit vett belőle, amennyit akar. Váltott egy hatalmasat. Miért mondom ezt a történetet? Azért mondom el, és ez legyen az utolsó mondat. Az egyház nagyon sokszor megtapasztalta már, hogy azt csinálja, amit évszázadok óta mindig.
megkondítjuk a harangot, és hívjuk és várjuk, hogy jöjjenek az emberek. A lelkészek ugyanazt a palástot viselik, ugyanabból az énekeskönyvből énekelünk. Ugyanúgy megvan egy családnak a helyen, kívül az oszlottól jobbra, oszlop mögött, balra, első sorban, ötödik sorban, faluján még így működik. És amikor egyszer csak rádöbbenünk arra, és ez holnap a családunkon szeretném majd jobban kifejezni, hogy a keresztény élet az nem egy gályázás, nem egy olyan rabuda, ahol újra meg újra eljutunk a reményvesztettségig, hogy nem működik, mert emberileg nem tudjuk megváltoztatni sem önmagunkat, sem a másik ember. Nem tudunk embereket igásról se bevonni a templomba, hogy nem lehet, egyszer csak jön a lélek. És az isteni lélek, akit újra föl kellene fedeznünk. Ez a lélek egy olyan változást hoz a gyülekezeteinkbe, egyházi és egyéni életünkbe, amit eddig nem tapasztaltunk. Ha egyszer átéljük azt, hogy bennünk történik meg a pünkösd, a megújulás, akkor nem leszünk olyanok, mint akik ezt kívülről szemlélték, akik azt kérdezgették, hogy mi akkor ez lehet? Nem tudnak mit kezdeni az emberek. Karácsonyon igen, mert ajándékot kapnak, meg felállítják a karácsonyfát, meg beépítsítnek. A húsvéttel tudnak mit kezdeni, mert elmennek kocsolkodni, vagy wellness hétvégére. Egy csomó szimbólumot oda tesznek mellé, a nyuszit, a kérdés, a körnét, a sonkát, a reszertormát, minden. De a pünkösd az, amit tud kezdeni. Hát én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy a Szentlélek Isten ajándékaként töltse be a szíveteket. És éljük meg, amit ez a paraszt bácsi átélt, hogy ez az új megtapasztalás mérhetetlen módon gazdagítsa meg az életünket, minden napjainkat, a gyülekezetünk életét. Kérjük rá az Isten szent lelkét.